Olyan nincs, hogy feladja valaki. Addig fogunk ott mellett állni, amíg nem folytatja, és megyünk tovább. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Szervusz, Gyebi vagyok, 21 éves esztergomi, Budapesten tanulok, ma érkeztem haza, és úgy gondoltam részt veszek ezen a túrán. Marci vagyok, idén nyáron leszek 20 éves. Ugye esztergomban lakom, 22 vagyok, komolyabban 3 éve bringázom, már amennyire komolynak lehet ezt nevezni. Attila vagyok, Nyergesújfaluról, 22 éves egyetemista hallgató. Sziasztok, Bendi vagyok, Nyergesre jöttem, jövőre érettségizem, szóval most főleg tanulok. Zoli vagyok, Nyergesújfalról, egyetemi hallgató. Mindenkinek mást jelent a nyár. Van, aki nyaral, van, aki a munkába temetkezik, és vannak, akik valami olyasmit akarnak tenni, amire még évek múlva is emlékezni fognak. Mások mindenáron ki akarnak törni az élet folytonos rohanásából. Mi a biciklizést választottuk. Arra vállalkoztunk, hogy Magyarország gyönyörű tájain töltődünk újra, levetkőzve a hétköznapi élet során ránk ragadt feszültséget. Gondoltuk, a több mint 1000 kilométer leküzdése elég lesz arra, hogy megtudjuk, kik vagyunk, mire vagyunk képesek, és hol van az erőnk határa. Természetesen a hosszú túra alatt sok nevetésre is számítunk, hisz ki az, aki ne érezné jól magát a barátai körében. Reméljük, minden zökkenőmentesen alakul majd. Ez a film az utunkat kíséri végig, és a mi történetünket meséli el. Mit jelent nekem ez a túra? Hát főleg kihívást, és szerintem egy hatalmas társasági élmény lesz. Hát leginkább az akaraterő és a kitartás próbája lesz. Nem tudom, remélem menni fog. Igazából úgy fogom fel, mint a nyaralást a barátokkal. 8-9-10 napig össze vagyunk úgymond zárva, és együtt teljesítjük a távot, illetve szórakozásként is felfogható. Kihívás, egy teljesítménypróbát egyrészt, másrészt Magyarország megismerését, és szinte bejárjuk fél Magyarországot. Hát először megismerkedtem Dáviddal, aztán megismerkedtem Gáborral Dávidon keresztül, aztán közölték, hogy hát ők így bringázgatnak. És akkor mondom, igen, hát mondom, most úgyis úgy szeretnék újra cangázni, mondom, jó, akkor menjünk. Hát már a csapat indulásakor 2 éve a nyári balatoni túrán is részt vettem, és így most ezen a dunai túrán is így kerültem bele a csapatba. Tulajdonképpen alapító tag vagyok, az első túra óta részt veszek a programokon. Hát ha használhatom ezt a szót, akkor alapítók között voltam, mert 3 éve volt az első túra. Azon is ott voltam, tavaly is, idén is egyik barátommal szervezzük igazából. Úgyhogy hát a túra általában mi ötletünk, többiek pedig jönnek és csinálják keményen, vagy keményebben, mint mi. A gondos felkészülés és az útvonal pontos megtervezése után nem volt más hátra, mint elindulni. Így kezdődött a mi kalandunk, mely először déli irányba a Duna mentén a határig, majd lent a horvát határ mentén az Őrségig, az ország nyugati szélén észak felé a Fertőtóig, majd ismét a nagy folyó útját követve halad majd. Csak az útvonalat terveztük előre. De az, ami útközben történt velünk, még rejtély volt számunkra. A kora délutáni napsütésben hagytuk el kiinduló pontunkat, Esztergomot, hogy nekivágjunk a 9 napig tartó kihívásnak. Úgy éreztük, lélekben mindannyian felkészültünk a nagy túrára. 6-an indultunk el. Zoli, Gábor, Andris, Bendi, Attila, és később majd Marci is csatlakozik hozzánk.
Utunk első szakasza a Duna mentén haladt, végig a határig. A monoton szélsusogást és a természet csodálatos fényeit csak néha szakította meg egy-egy röpke szünet vagy megállás. A szembeszélben lassan haladtunk. A kikerékpáros tudja, mit jelent, ha hátszele van. Nekünk sajnos nem igazán volt részünk ebben az örömben. Ennek ellenére beszélgetéssel és történetek mesélésével mulattuk a nyerekben töltött időt, ami így sokkal rövidebbnek tűnt. Olykor megállt parancsol a technika ördöge, ami folytonos időveszteséget okozott. Szerencsére amatőr szinten mindenki ért a kerékpár felépítéséhez, javításához, így gyorsan tudtuk orvosolni az esetleges kisebb problémákat. Műszaki probléma esetén Gáborhoz fogunk fordulni, hiszen neki nagy rutinja van a szerelésben, és az ehhez szükséges szerszámokkal is ő rendelkezik. Ha valami adódik, megpróbáljuk megoldani az első segélycsomagból, bringa első segélycsomagból. Ha abból nem sikerül, akkor egy-két ember ott marad, ha sérült el, és a többiek elmennek a legelső boltba. Én nem igazán értek ezekhez a dolgokhoz, de a Gábor hozza a megfelelő felszerelést, úgyhogy ha valami van, szerintem mindenki hozzá fog fordulni. Megpróbáljuk megoldani, és hogyha végképp nem sikerül, akkor szakemberhez fordulunk. Legyen szó egy eltört szemüvegről, egy elhagyott csavarról, vagy egy kiszakadt táskáról, a problémát minden esetben a leggyorsabban és a lehető legkörültekintőbben kellett kijavítanunk. Ha valamilyen hibát nem véglegesen oldottunk meg, az újabb megállással fenyegetett, és újabb időhátránnyal járt, ami a túra egészére nézve nem lett volna kedvező. A hibák orvoslása után a láboknak folytatódott a tekerés, a fejeknek pedig a gondolatok áradata. Igazából egymást próbáljuk inspirálni, de két embert kiemelnék, két angol srác, Blazing Saddles néven. Igazából Londonból Sydneybe letekernek, őket követjük a fotóik, illetve a bejegyzéseik révén, és hát ők azért komoly lökést adnak néha. Inkább úgy mondanám, hogy volt ami inspirált, mikor elmesélték a haverok, hogy milyen volt a előző évi túrájuk. Na az volt, ami megfogott, és azért akarok ott lenni. Hát most újonnan van egy program itt az interneten, amit az egyik kedves barátom apukája írt. Gyakorlatilag itt azt tudjuk nyomon követni, hogy ki mennyit tekert az adott hónapban, vagy az adott időszak alatt, mondjuk ki mikor regisztrált be. De általában hónapra lebontva versenyzünk egymással, és ez egy jó motiváció, és egyben nagyon jó felkészülés is a túrára. Az általában úgy szokott történni, hogy vagy együtt megyünk tekerni, és akkor egynapos túrákat csinálunk, ami 80 és 100 km közötti, ami azért majdnem egy napos tekerést jelent egy nap a túránkon. Vagy pedig egyedül egy ilyen laza 30-as tekerek valamerre, hogyha látom azt, hogy na, ő most előttem van, és ezt a második, harmadik helyet, vagy esetleg első helyet be kéne érnem. A csapat profi tagjai inspirálnak, hogy tényleg, hogy minden jobban lépést tudjak velük tartani, és hát nyilván, hogy fejlődjek. Egy személyt mindenképp meg kell említenem, aki inspirál tulajdonképpen a bringázásban. Ő Heinz Stücke, aki 1962 óta teker. Akkor elindult, és a mai napig nem ért haza. Ez a szenvedély a biciklizés iránt, ez egy kicsit rám is átragadt. Minden megálló, minden kortyvíz, minden árnyékos hely egy kis pihenést és egy csepp felfrissülést hozott a csapatnak. A megállóknál láttuk igazán, hogy ki mennyire fáradt, és ki hol jár ereje tartalékainak felhasználásával. Az elképesztő hőségben a nap kiszívja az embert. A napi 6 liter víz olyan gyorsan elfogyott, hogy csak csodálkoztunk, már megint üres a kulacsunk. Az étel ugyancsak nagyon fontos része a túrának, mert a táplálkozás segíti a bringást, hogy a több mint egy hét alatt 100%-os formában legyen. Ha valaki emiatt megbetegedne, nem tudná folytatni a túrát. Ápolni nincs idő, így haza kell mennie. Élelem az mindig annyi van nálunk, ami a következő megállóig elfogyhat. Túl sok helyet foglalna, hogyha többet vinnénk, illetve egy tartalékkonzerv van nálunk olyan esetekre, hogyha késő este érkeznénk, és nem találunk már nyitva a boltot, hogy este azért legyen mit ennünk. Viszünk magunkkal egy-két napra valót, de amikor ez elfogy, akkor minden nap majd reggel vagy este, ahogy olyan helyhez érünk, ahol élelemhez juthatunk, ott megvásároljuk. Hát annyi kaja lesz nálunk, hogy egy napig bírjuk vele.
Aztán még annyit mondtak, hogy az egy fontos dolog, hogy egy plusz konzerv legyen a táskánk legeslegalján, hogyha mondjuk beérkeztünk volna az adott helységben, és a bolt már zárva lenne, akkor ne halljunk éhen. Mindig a következő boltig van nálunk kaja, és még ezen felül egy vésztartalék konzerv, hogyha minden kötél szakad, vagy esetleg nem tudjuk teljesíteni a napi normát a következő boltig. Hát mindenkinek lesz egy vésztartalék kajája, de leginkább útközben szerezzük be hideg-meleg kaját is. A napi élelmiszert reggel fogjuk megvenni, az első boltban ott el is költjük a reggelinket, és mindenkinek van egy doboz konzerv. I'm a good man. Utunk tovább folytatódott. A nap melege továbbra sem kímélt minket, de nem ez volt a csapat legnagyobb gondja. Egytől egyig éreztük, hogy nem a tervek szerint mennek a dolgok. Rossz ilyet mondani, de mindenki tudta, hogy miért. Volt köztünk valaki, akinek kimerítő volt ez az ütem, és nem bírta tovább. Mi mindent elkövettünk, hogy támogassuk társunkat, de nehéz késleltetni az elkerülhetetlent. Aki nem bírja, az egy idő múlva fel kell, hogy adja. Ha valaki feladja, azt elsősorban lelkileg kell támogatni. Én tudom, mert általában én esek át holtpontokon, és nekem ez segít a legjobban. Ha valaki feladná a dolgot, szerintem ilyen nem lesz. Tehát valamilyen szinten biztos vagyok benne, hogy tudjuk segíteni az illetőt, aki már nagyon a végét járja. Ugye pihenőt tartunk, de próbáljuk önteni bele a lelket, mert ugye tartani kell a napi beosztást valamilyen szinten. Úgyhogy valahogy összeszedjük, vagy csak próbáljuk segíteni neki, hogy összeszedje magát, és megyünk tovább. Hát szerintem megpróbáljuk megbeszélni, hogy most túl gyors volt a tempó, vagy kevés volt a pihenő, vagy hogy miért nem bírja, miért szeretné feladni. Hát ha végképp nem bírja, akkor hazamegy. Ha valaki közel jár a feladáshoz, úgy gondolom, kötelesek vagyunk fölvenni az ő tempóját és az ő igényei szerint tekerni tovább. Thank you.
részes, és akkor azt mondjuk, hogy így alakult. Ő ennyit bírt, ezzel valahol azért tisztában voltunk, hiszen kétszer jött eddig velünk tekerni, és egyiket se bírta végigcsinálni tulajdonképpen szenvedés nélkül. Most ez bevállalta, mi bevállaltuk azt, hogy segítünk neki, és ha kell, akkor felveszük az ő tempóját. Ez megtörtént, lett belőle mínuszunk, de ennek erre nem bírta, hát akkor haza kell menni. Különben, mert ez az a tempója, ami neki volt, ha azt vesszük föl végleges tempónak és állandó tempónak, akkor borul az egész. Bendi távozása szomorúsággal töltött el minket, de minden rosszban van valami jó. Nekiállhattunk a mínusz kilométerek ledolgozásának. Sokkal ütemesebben teltek a napok. Már nem aggódtunk a napi kilométerek csökkenő teljesítésén, hisz átlagsebességünk csak nem 10 km per órával emelkedett. Néhány emelkedőt leszámítva nem volt amiatt különösebben küzdeni kellett volna. Sokkal több idő volt arra, hogy beszélgessünk, vagy megnézzünk valami szépet, amit eddig időszűkében nem tehettünk meg. Egyre gyakrabban társalogtuk a falusiakkal is, akik barátsággal fordultak felénk. Nem számítok különleges fogadtatásra a falvakban, városokban. Biztos lesz olyan, aki utánunk fordul, ki megnéz minket, mert ugye hát 6 biciklis, nagy csomagokkal nem mindennapi látvány, de ezen kívül nem hiszem, hogy lesz számottevő esemény. Mivel csak átutazóban leszünk, nem hiszem, hogy sokat fogunk beszélni a helyiekkel, de ahol megszállunk majd esténként, ott érdeklődés, segítőkész emberekre számítok. Hát nagyon vegyes fogadtatásban volt eddig részünk. Nagyon kedvesek, általában az idősek érdeklődnek is, hogy kerülünk ide, meddig megyünk. Vigyázzon, mert le van égni a nyaka, mert hogy kenyén be van. Ja, mert ebből baj lesz, csak azért mondom, mert a lányom bőgyógyász. Ja. De nagyon csúnya hátul, nem veszi észre. Hát további jó volt. Köszönjük szépen! Tájékozódás. Legtöbbször a helyiekre hagyatkozunk, illetve a saját térképünkre. Lesz nyomtatott is, illetve lesz egy rendes térkép, azok alapján próbálunk meg nem eltévedni. Egyikünk hoz magába a mobiltelefont, amin lesz térkép is. Hát hagyományos úton szerintem térkép egyszerű és nagyszerű. Más nem nagyon lesz meg, hát ugye a helyieket interjúvoljuk, hogy most akkor most merre is. Hát viszünk magunkkal térképet, illetve a helyi embereket megkérdezve tájékozódunk. Mivel a szorgalmi időszakban ez a túra tartotta bennem a lelket, ezért számtalanszor átnéztem a térképet és az útvonalat, ezért úgy gondolom, hogy fejemben van minden. A túra útvonalakról ketten döntünk általában, készen adunk egy túratervet a többieknek, viszont magán a túrán már szavazásra bocsátjuk az esetleges kérdőjeles dolgokat, és hát a többség dönt, úgymond. Ahhoz, hogy nappal mindenki ereje teljében legyen, megfelelő szállást kell találni éjszakára. Gyakran kérdezik meg tőlünk, hogy ha rátok esteledik, hol töltitek az éjszakát. Amikor a szállásról kellett döntenünk, egyhangban a vadkempingezést választottuk, hiszen mindannyian diákok vagyunk, így azért számít a pénz, és ez a legolcsóbb megoldás. Na, meg hát nem utolsó sorban egy jó kaland. Minden nap sátorba fogunk aludni, viszünk hálózsákot, esetleg ponyvát, hogyha esne az eső. Egyikünk függőágyat is hoz. Én vadkempinget még soha életemben nem csináltam, pláne bringákkal együtt. Ez úgy fog működni, hogy nagyjából reggel 7-kor indulunk, és olyan 8-ig tekerünk minden nap. És ahol 8 körül megálltunk, és találunk jó helyet, ott fogjuk felverni sátrainkat, tábortűz. A szállásunk az igazából végig a sátrunk, vadkempingezünk. Este 8 fele ugye megérkezünk,
bárhova. Az első ideális helynél felverjük a sátrat, és bringástól abban alszunk. Hát vadkempingre számítok, az úttól kicsit beljebb, egy pár méterrel fölverjük a sátrat, és ott fogunk aludni. Én azért kérek kettőt. Én benne vagy, jó. Jó, akkor, viszont, akkor viszont nekem több kell. Hát akkor annyit veszünk és... Hogy már ne kelljen megállni boltban? Aha. Jó. Már a következő kajára akkor megvan itt mindenkinek, és estére meg csak zsömbre kell. Jó, és konzervek nyomunk. Igen. Jó, jó. Ki megy be boltba? Akkor egy... Négy zsömbét kérnék. Jó, valaki hozza nekem a vécéhez, kifizetem. Sok ismeretlennel találkoztunk, de csak egy volt, aki igazán rendkívüli élményt jelentett mindannyiunk számára. A mi teljesítményünk eltörpülhet mások elhatározása és kitartása mellett. Így találkoztunk Fridával. My name is Frida. I'm from Germany. I'm cycling from Istanbul back to Germany with the dog, my girlfriend. We took a plane to Istanbul and then we started to cycle, and about two days after we found this dog, and she was lying on the street very ill, and so we took her and brought her to the veterinaire, and now she's doing better and we will take her to Germany. This is something of our story. Our future plans, we have finished school. I have finished school 2 years ago and she has 1 year ago, and we started to make 1 year free after she has finished, and we traveled through Spain and France. We went on the Chamonix, on the St. James Way, I think it's in English, and the winter it was cold, so we couldn't make travels, and now we cycle back to Germany, and after that we will start to study. She will start to study geography with sustainable economics. It's a mixed course, and I will start to study computer science, but I also want to study something like media and filmmaking, but I don't know if I can get into that, because I have to be very good for it. Amit még meg kell említeni, mint a mai nap szenzációja tulajdonképpen, az a, amikor találkoztunk a fiatal német párral. Törökország. Fride és Lila? Azt hiszem. Lehet, hogy nem. Azt hiszem, így hívják. Megvan a cím, úgyhogy felveszünk a kapcsolatot. És hogy, hát, be kell látnunk, hogy ahhoz képest mi nem kevesek vagyunk. Jó, persze. A következő az a különbség, ugyebár, hogy mi egy-két hétre megyünk el, igen, de az alatt lenyomunk. Hát most már ugye ez 1100, és ugye mi a következő tület ez 1200-1300. Viszont az is jó, amit ők csinálnak, hogy repülővel ki Törökországba, Isztambulba, keresztül a Balkánon, Németországba vissza. 2-3 hónap alatt. Hát 2-3 hónap, igen, hát nem mennek nagy tempót egy nap. De biztos, hogy sokat látnak. Persze. Azért van idejük, megtehetik, ezt kell nekünk is, hogy ha lenne időnk. És ugye, megtehetnénk. Bár. Megtehetnénk, igen. Hát azért elrepülni mondjuk Törökországba, hát azért költséges. Azt nem lehet, én nem tudnám most ezt így bevállalni. Hát majd egyszer, talán jövőre az olasz túra az hasonló kaliber lesz. Ja, vagy ha nyugdíjasok leszünk. A túra folytatódott. Csak a cél lebegett mindenki szeme előtt. Tovább és tovább. Minden egyes táj szebb volt, mint az előző, és alig foglalkoztunk az út nehézségeivel, hisz tudtuk, közeledik a cél.
A tekerés nem volt fárasztó többé. Gyerekjátékként kezeltünk minden újabb emelkedőt és megpróbáltatást. Mindannyian elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor azt éreztük, erőnk határán vagyunk, de csak a bringázásnak, a tekerésnek éltünk. Útközben néha nem hittünk a szemünknek, hogy az őrségben mennyire virágzik a kerékpáros turizmus, és milyen látványos helyek vannak. Persze mindent meg kellett fizetni. Egy étterembe is betévedtünk, egy múzeumban éreztük magunkat, amint a gondosan feldíszített falakat fürkészgettük. A népművészet remekei álltak előttünk, és tátott szájjal figyeltük, hogy hogyan volt képes Magyarország egy ennyire gyönyörű része elbújni előlünk, hisz eddig még senki nem járt közülünk errefelé. Kedvünk lett volna itt megenni valamit, mert éhesek voltunk, de a diák élet alatt gondosan félretett anyagi javak kevésnek bizonyultak. Nem állhattunk sokat, ismét indulni kellett. Utunkat meleg szellők kísérték, és jól esett a néhány hideg éjszaka után egy kis gondoskodás a természet részéről. Kivételesen lejtőkben sem volt hiány, így mindenkinek könnyebb volt. Boldogan gurultunk lefelé, miközben a szél miatt megszakadt a folyamatos társalgás, de ezt egyikünk sem bánta. Nem sokára a bringák ismét pihenhettek, hisz jár következett. És nem hagyhattuk ki a látnivalók közül a templomot, ami az egykori bencés apátság monumentális bazilikája volt. Az erőltetett tempó miatt nem volt időnk utána olvasni a templom történetének, de mindannyian tudtuk, hogy 1200 körül alapították és Szent György tiszteletére épült. A kertben sétálgatva gyorsan telt az idő, és a templomról folyó társalgás sem lankadt. Persze senki nem ment el csodálkozás nélkül a templom falát díszítő szobrok sokasága mellett sem. Magyarországon ez az egyik legjobb állapotban fennmaradt monostor. Elhelyezkedése akár egy festmény, ami mellett nem mehet el szótlanul az ember. Az időjárás egyenlőre nekünk kedvezett, bár esőre állt, de szerencsére nem kezdett rá a nagy zuhé. Már régóta féltünk attól, hogy vajon mikor szakad ránk az ég. Lassan sétáltunk tovább, minden egyes részletet gondosan megfigyelve, hisz tudtuk, el fog telni jó néhány év, még újra itt lehetünk, és a Jáki templom kertjében pihenhetünk. A templom fő homlokzatával szemben egy kis kápolna áll, a Szent Jakab kápolna. Ez volt Ják középkori temploma, mert a kolostori templomnak nem volt szabad plébániaként is működnie. Az apátság csodálatos módon illik a környező tájba, mesteri elhelyezkedése miatt 10-15 kilométerről is jól látható. Szinte uralja a vidéket. De minden jónak vége szakad egyszer. A cél még mindig közös, tovább és tovább. Nem akartuk az időt húzni, bringára pattantunk, és tartva magunkat az ütemhez, szélsebesen haladtunk előre. Az út fáradalmait kipihenvén friss volt a társaság, és amikor elhagytuk kőszeg tábláját, mindenki izgalommal várta a következő megállót, Fertődöt. A hatalmas gesztenyefák árnyéka alatt letettük a bicikliket, és elindultunk a város központja felé, hogy szemügyre vehessük a Fertődi kastély bejáratánál díszelgő hatalmas vaskaput. Elképedve néztük az óriás bejárót, és emlékeztünk az akkori idők előkelőségeire. Kedetlenségnek gondoltuk, hogy az egy ember által kovácsolt remekmű elkészülte után a megrendelő herceg a mestert megvakítatta, hogy soha többé ne tudjon ilyen szépet alkotni. A Fertődi Eszterházi kastély épület együttese és a benne található kortörténeti kiállítás Fertőd város főnevezetessége, Magyarország egyik kiemelkedő turisztikai látnivalója. Természetesen néhány fotó elkészítése után még egyszer végig sétáltunk a kastély belső udvarában. Beljebb nem mehettünk, mert a jegyára most is túlnőtt a tervezett költségvetésünkön, és persze az idő ismét gyorsan pergett. Kifelé jövet, utoljára jöttünk át a kapu alatt, és visszatérve a fák alá, a bringák már vártak ránk. Az úton átérve tudtuk, mindenki gazdagabb lett Magyarország egyik legszebb kastélyának látványával. Túránk néhány napra arra is jó volt, hogy hazánk eldugott tájait jobban megismerhessük. A határ felé közeledtünk, és hamarosan átléptük a Magyarország határt, mely gondolatban egyet jelentett számunkra. Közeleg a hazatérés órája. Elérkeztünk az a ponton, amikor elhagyjuk az országot, kis hazánkat. Egy 30-35 kilométeren keresztül Ausztriában megyünk. Jött egy kis zivatar, viszont a szél az elmúlt. Onnantól kicsit megnöveltük a tempót is, viszont
Hát, történt egy kis hiba. Ugyanis amikor azt hittük, hogy már csak 20 km van hátra, akkor megnéztük a GPS-t, és hát még 50 km várt ránk. Na, hát akkor ott azért meglepődtünk. Hogy tudtuk ennyire elszámolni ezt, hogy ezt az egészet. Amikor 150 km-re készültünk aznap, és 184 lett a vége. 184 lett a vége, ez azért nem semmi. Főleg 4-5 óra alvás után. Kicsit másnap is. Ezért van az, hogy most már 4:11 és még csak most készülünk útra kelni. Lassan útunk végéhez érkeztünk, és mindegyikünk érezte, hogy milyen közel van a hazatérés órája. Már csak néhány száz kilométer választotta el minket indulásunk helyszínétől. Többször beszélgettünk arról, hogy milyen lesz hazatérni több mint 1000 kilométer után. Többek leszünk-e a túrától, és mi lesz az, ami emlékként meg fog maradni. Vajon mi az, ami jobb emberré tesz minket? A kérdések csak úgy bombázták a sisakok belsejét. Sokszor merektünk a semmibe. A táj egyre szürkébbnek tűnt. Tudtuk, lassan véget ér ez a csodálatos kaland. Lassabban gondolkoztunk, lassabban tekertünk. Az idő is lassabban telt. Nem akartuk, hogy ez az elképesztő élménysorozat abba maradjon. Az étkezések sem voltak a régiek. Már nem volt kedvünk bolt elé telepedni. A fáradtság és a levertség lett túl rá rajtunk, és felszínre törtek az elfojtott érzelmek. A magányos kilométerek önmarcangolóvá változtattak minket, és ezt nem lehetett eltitkolni. Tovább és tovább. Úgy emlékszem, ez volt a jelszó. Hatan voltunk, de most mégis mindenki egyedül érezte magát. Nincs szél, nincs forgalom, és már vidámság sincs. Lassacskán előbújt belőlünk a honvágy. A töltés murvás talaja lepusztult helyekre irányított bennünket. A túrán először nem tudtuk, merre tartunk. Gyakran kellett megállót tartani, hogy rájöjjünk, jó helyen vagyunk-e, és az irány tényleg hazafelé mutat. A lepusztult falak között még nyomorultabbul érezte magát az ember. Ausztria csodás tájai után hirtelen egy szemétdombon éreztük magunkat, ami vége láthatatlannak tűnt. Semmi sem történt, amitől jobb kedvünk lett volna. Az időjárás sem kedvezett. Ismerős, borongós, hideg szeleket hozott a délután. A megállók sem hoztak igazi pihenést. Már csak a megszokás vonzott minket a Duna partjára. Titkon azt reméltük, hogy ha találkozunk ezzel a régi ismerőssel, attól majd jobban megy a tekerés. De hiába bizonygattuk igazunkat, elszállt a varázs, elfogyott a lendület. Ez az érzés rátelepedett a túránkra. Átléptük az 1000 kilométeres határt, öten indultunk, és ugyanannyian fogunk megérkezni. Csak a felállás változott. A túra 8. napja után megkezdődött a visszaszámlálás. Az utolsó 10 kilométer következett. Reggel korán indultunk, hogy még időben hazaérhessünk, mert tudtuk, családjaink és barátaink együtt fogadnak majd minket. Egy gyors telefonálás haza az érkezés várható időpontjáról, és már indulunk is tovább. A fejünkben a túra gondolatai lassan kezdtek formát ölteni, aztán hirtelen megláttuk Esztergom tábláját, és arra gondoltunk, hogy mennyire furcsa, hogy átbicikliztük a város másik felére egy röpke 1200 kilométeres kerülővel. Vegyes izgalommal tekertünk azon a földúton, aminek a végén végre meleg étel vár minket. Végül büszkén gurultunk be a kert kapuján. A legnegatívabb élmény az volt, mikor Bendi feladta. Hiszen úgy gondoltam, hogy ez egy teljesíthető táv,
teljesíthető próbatétel, és mindenkinek sikerülni fog. Sajnos nem sikerült. A legnegatívabb dolog? Igazából kettő dolgot emelnék ki. Ugye egyik az, hogy nem sikerült teljes létszámban befejezni a túrát. Egy ember ugye idő előtt feladta, úgymond. A másik pedig, hogy nem sikerült az útvonalat betartani, mert volt első két nap nagyon komoly csúszásunk, amit úgy tudtunk csak behozni, hogy hát nagyon kemény tekerésekkel, illetve le is kellett vágni az útvonalból, úgyhogy a fertőtó effektíve teljesen kimaradt. Elég nehéz végletekről beszélni, mert kb. 3 napig nyomtam, de az volt a legnegatívabb, amikor haza kellett mennem, az egyértelmű. Tényleg, ahogy így mesélik most a fiúk, olyanokról maradtam le, amiről nem kellett volna. Negativitás igazság szerint a csapatban egy kis széthúzás, illetve hogy a Bendi hazament, nem bírta. Én szerintem azért bírható volt, mondjuk ezt mindenki saját maga dönti el. Föladta, ez van. Ennyi. Talán a legpozitívabb élményem, hogy sikerült végigcsinálnom a túrát kezdeti és folyamatos nehézségek ellenére, technikai problémák, fizikai fáradtság, stb. Igazság szerint legyőztük önmagunkat és a természet erőit egyaránt. A legpozitívabb élmény az volt, hogy a többiek próbáltak belém lelket önteni, még ha ez végül nem is sikerült. A legpozitívabb? Szerintem elsődlegesen az, hogy sikerült végigmennünk az útvonalon. Meg hát a társaság szerintem. Néha ugye öltük egymást, vagy jogosan, vagy jogtalanul, de szerintem nagyon sok olyan sztori és élmény született, amire évek múltán is még emlékezünk majd. Betoppantok ide a Gabályékhoz, kedves emberek, borral, pálinkával, bográcsgulyással, tehát úgy gondolom, hogy egy hosszú túra után, mondjuk relatív a hosszú túra, mert ugye nekem nem volt Isten igazából az az igazi 1000 kilométer, de egy 450 kilométeres, 4 napos túra után egy bográcsgulyás, egy feles pálinkér jól esik az embernek. Az elmúlt 8 nap során annyi pozitívum volt és örömteli pillanat, hogy az egyik és másik között nem tudnék különbséget tenni. Úgy gondolom az étkezések. Akkor nem kellett semmi másra figyelni, feleveríteni mindent, ami addig történt. Nevettünk rajta, ettünk egy jót, és ennyi volt. Na, hello mindenkinek, újfenn! Ilyen becsomagolják a furkát? Na, simán. Elvesztettünk egy főt. Tudom, vissza? Nem. Tiszta víz az LCD. Olyan papírkutyák! Ezt tegyük már vissza, álljatok meg! Mit gondolsz, mitől kell félned a túra folyamán? Mióta megvan a bringám, én sokszor szétesett. Újra!
Nem félthetünk. Ugye, amúgy nem is tudta, hogy elmentél. Mert itt a néni mondta, hogy nem is hívhatják föl. Meg van tiltva. Majd én hívom, hogyha... Na mi? Ő nekünk is altul behívott minket. Azt szeretném kérdezni, hogy a... Kik és ez a hol tudunk lemenni a nagy magtározóból? Elszámoltuk magunkat, és 185 lett a vége, úgyhogy ma lazábra vettük. Hát az indulás miatt. Igen, 11:30-kor indultunk csak el. 7 óra helyett. A Soproni kórház meg rend, bekötötték a fejét, úgyhogy sem jön. Arra a szükség. Arra van pumbán. Arra nincs. Sima izé van. Marci, nektek milyen pumbátok van? Debi, milyen szerepet? Ezt kívül. Itt van autószerep. Ja, autósok van csak.